Üdvözlöm a kedves nézőket, itt Kenta beszél újra, és folytatjuk a My Little Pony Game of Thrones-ot. Na, legutóbb ott hagytuk abba, hogy Sweet Apple közben kirattuk Apple Honey-t. Mindjárt megyünk is, átveszük őt. De előbb gyorsan adtok egyet bejelentkezni, meg Luffy durontani, azt nem kell, mert azt nem én megcsináltam, mielőtt elkezdtem volna a felvételt indítani. Úgyhogy ez természetesen kimarad. Ez mi? Ilyen sárokat kell gyűjteni, most ilyen napi küldetés van. Egyébként meg olyan van most még, hogy hát az egy hétig szóló eventben ismételten nincs póni, viszont pardon elnézést, viszont 12-en most a főnyelmén, hogyha valaki tartja a lépést. Hát sok sikert hozzá, én ezt kiadjom, na. De előbb, mielőtt, na ez jó, elkezdtem mondani, akkor még egyszer Kenta, szóval, mielőtt bármit is csinálnánk, először megcsináljuk azt itt Ponyville-ben, hogy kirakjuk a városházát. Jó nagy ez az épület, azt kell, hogy mondjam. Pardon. 17 óra? Hát de... Én úgy olvastam, hogy 27 óra, ami kiépül. Ó, mindegy. Nem is érdekes. És a másik dolog, amíg itt kiépül ez, addig én kiássok egy pár Hops. Ezt kisiktatjuk akkor, mert ezek akkor itt nem kellene elnézést. Várjatok, mert ez így nehéz. Mert az a nehéz, hogy... Elnézést, hogy csöndben, csak azt néztem, hogy van-e ott egy olyan izé, egy ilyen kis pöcök, és igen, volt. Elnézést, na, hol van még, amit ki kell ásni? Hát erre inkább nem. Viszont erre annál inkább. Na, én most egy kicsikét. Na, ez is megvan, erre fele itt is van. Jó, akkor ezt is kiütjük, mert ez is véletlenül. Benne maradt. Na. Pillanat türelmet, csak addig Rainbow-t átköltöztettem, amíg itt a hátam mögött elintézek egy-két ide nem kellő dolgot. Jó! Na még ezt is kiássuk. Kérem szépen. Elnézést. Jó, nem tudom, hogy itt végül is hány dolgot kell majd itt táskálni Ponyville-ben. Itt egyes dolgok itt mindjárt készen lesznek, ahogy elnézem. Mondjuk még, amit ki kéne ásni. Hát itt azért még mindig vannak. Elnézést.
Így akkor nem tudok semmit se csinálni, értem. Akkor miért... Drága Dörpi barátunk, ja, hogy eltűnne. Ezeket a fákat itt arrébb mozdítom, az jó, hogy hogemet ad. Na, itt már kiásolódott egy pár dolog. Oké. Na. Akkor még se kell 27 órát várni, ahogy elképzeltem. Na, akkor viszont irány Sweetapper Acres, mert itt nekünk egy olyan feladatunk van, hogy meg kell venni a pónit. Vagyis hát... rossz. Úgy mondtam, elnézést. Mert a póni már megvan. Az egyetlen dolog, amit kell vele csinálni, ja, hogy most ott érkezik, értem. Az egyetlen dolog, amit kell vele csinálni, az csak az, hogy így átvesszük őt. Ezt mindig így mondom el, hogy átvesszük, mert... Mert miért? Mert végül is hát tényleg át kell venni. Pardon. Másképp ezt hogy lehetne nevezni, hogy mikor megérkezik a léghajóval, mert... Ezt nem lehet. Én másképp ezt nem tudom elmondani. Na. Akkor most irány Kenterlott, és ott olyanokat fogunk csinálni, kérem szépen. Most csak valami eszembe jutott, azon gondolkodtam, elnézést, hát mondjuk itt is kéne áskálni, de ez majd a következő alkalommal meg lesz oldva. Igen, ennek a tónak nincs animációja, ez nem tudom, hogy miért így van. Jó, beöltözött hamis Twilight, kérem szépen. Na. Csak ez a max. Értem. Na itt Kentelabban meg vettünk maguknak két területet, pont azért, hogy itt is haladjunk, mert én úgy vettem észre, hogy most már, ja, hogy ez a max, értem. Pardon. Na. Azért vettem itt területet magamnak, mert már nagyon észrevettem azt a problémát. Na még így ide. Úgy, hogy nincs itt elég férőhelyem. Pardon. Majd veszek még, de nem most. Majd itt Kentelodban is áskálolni kell két dolog után. De előbb olyat fogunk most itt csinálni, hogy játszunk tovább Shining Armorral. Pardon. Ezres játékkal megyünk vele. És ismételten a ilyen tél, hát mint a téli szalámihoz hasonló, ilyen téli almák is vannak. Hát ha van nyári piros alma, mint ahogy a dalban is van, nyári piros alma. Na, a lag miatt, ez nem a lag miatt volt, csak a lag miatt kicsikét beszaggattam, sajnos nem tudtam azt az almát megfogni, de nem baj, az se nem baj. Szóval ezek ilyen téli almák, télen termő almák, ilyet sem hallott még országvilág, gondolom én. Be kéne rakni Shining Almot, arra gondoltam, emberek, mit szóltok hozzá? Nagyon sok póni van itt, és itt csak Cadence van. Jó, és akkor el ne felejtsük, hogy a következő alkalommal megint át kell váltani őt. Pardon. Na de, most menjünk a zenekartagokkal is tovább folytatni a játékot. Octaviával menjünk, ővel egy százas játékot megyünk. Na. Az előzőben ugye nem mondtam most semmi témát, mert igazából nincsen, de nem baj. Vagyis hát van, hogy milyen pónis elvárásaim vannak, de inkább azt hagyjuk a következő alkalommal. A következő dolog, amiről leginkább beszámolnék nektek, az az,
hogy amikor ez a videófelvétel készül, úgymond a tegnapi estém úgy tett, hogy megnéztem Ringo Speedet, hogy töltöttem már föl új videót, és kézzeljétek, töltött föl. Pónika kapcsolatos, de nem a My Little Pony-val kapcsolatban, hanem mással. Pardon, mindjárt mondom is, hogy melyik az. Jó, de miért hibás a keret? Na mindegy. Elnézést. Pardon, hú. Már megint kezdődik ez a torokkaparázás. Na, Beauty Blaster, folytatjuk a játékot egy százas játék értékében. Na, ugyebár van ez a másik fajta ilyen Hasbro gaming játék. Ez a My Little Pony Equestria Girls. Nem a film, hanem van egy ilyen játék, ahol hát az már inkább tényleg lányoknak a játékja, a kislányoknak a játékja, mert tudjátok, az egyszer mutattam az egyik ilyen videómban, hogy melyikről beszélek. Ez egy olyan fajta játék, ahol az ember, hogy a babáján lévő nyakláncot, ha beolvassa, akkor úgy át tud venni egy ilyen külsőt, vagy nem tudom. Miért hívásra kellett, és miért ilyen kevéset? Na mindegy. Hát, Frederick Holspence-el folytatjuk a játékot, és hát vele egy százas játékot megyünk. Tehát, hogy azt kell, hogy mondjam azzal a játékkal kapcsolatban, hogy mi? Nem tudom! Pardon, nem tudom, hogy mit mondhatni kell azzal a játékkal kapcsolatban. Hát kislányoknak való. Kislányoknak való, igen, mert tele van ilyen a babákat kell felhasználni ahhoz, hogy beolvasson az ember, és nem tudom, az a játék nekem nem tetszik. Azért nem tetszik, mert a sima My Little Pony Game Loft-tal ellentétben az a játék, hát azt kell, hogy mondjam, grafika terén nem nyert el a tetszésemet. Na, lehet, hogy a következő részben akkor már zenekartagokkal már repülni fogunk. Mindegyikkel. Viszont egyen nem értek. Miért hibás a keret? Na jó van. Flöttösen meg ott játszott volna meg itt lepkével, de nem baj. Paris Nendem Mérer, szintén egy százas játékot megyünk. Pardon. Mert amíg a sima My Little Pony-ban a táncoló Equestria lány, hát igen, az Equestria, tehát a Kentellotti suliban a lányok jól néznek ki, abban eléggé nem törődtek a grafikával. Jó, hát a karakterek a kétdimenziós formájukban tényleg úgy néznek ki, mint az eredeti sorozatban, de azok az animációs karakterek, hát az hagyjuk. Nem kezdtem el, nem baj, nem is akartam. Fogadjunk, hogy ezzel meg nem fog olyan sokat haladni. Hát nem. Hát itt nem tudom, mi lesz, emberek. Várnom. Pedig szóval nagyon le van maradva. Lehet, hogy legjobb lett volna inkább vele is egy ezres játékot menni. Pardon. Na jó, majd legközelebb. Viszont azt akarom megmutatni. Természetesen nem fogok játszani, csak megmutatom a bábukat. Á, pont Twilight, jó van. Mert ezek az összes karakter, ami itt meg van jelentve, ez viszonylag a legjobb meganimálás, vagy legjobb meganimálás, legjobban elkészített grafika, azt kell, hogy mondjam, kérem szépen. Viszont abban a játékban, úristen, nem tudom, hogy végül is, lehet, hogy azért ilyen a játék, mert a Game Loft is benne van a dolgokban, és lehet, hogy az úgy csak a Hasbro-tól kölcsönözte. Inkább úgy mondom, hogy a Hasbro közreműködésével jött az létre, és ők dobták össze így kezesen a grafikát. De elnézést, de nem Flutterchai meg a lepke, hanem hogy itt két Twilight van. Nem az az érdekes, hogy be van öltözve a hamis Twilight is, hanem hogy
Itt van, hogy már jöttek annyian vissza, hogy én már nem tudom, szóval... Ott a jóságoség. Fura dolgok történnek itt a játékban. Na jó. Mindjárt visszajövök. Mert kentelóban akarom befejezni a dolgokat. Miért ugrált megint a kép? Na mindegy. De előbb elmegyek Ponyville-be. Mivel... Hú, de megijedtem el, ijedtitek emberek. Gondolom azért, mert annyi helyen lett kiásva az a sok kő. Elnézést. Szóval tényleg csak 17 óra, én azt hittem, hogy több lesz még így is. Na nem baj. De meg, hogy... Elment a hangja a játéknak. Nem baj. Áskálodok még egy kicsikét, mert... Ops, ez mi volt az alag? Mert úgy vélem, hogy... Szerintem az a lássás az annyi még kevés volt. Miért laggolok? Lehet, hogy tölt. Nem kéne. De nem hiszem, hogy tölt. Na nézzük csak. Úgy mennyi szikla van egymás mellett? Pardon. Az összes ilyen kis vackot. Meg ezt a rémes fát is kiássuk. Még valahol. Legyen még itt, ha már úgyis ásásról van szó. De nem pónikkal akartam volna menni játszani. Kicsit ez így hosszú lesz. Úgy érzem ez a videó. Ez is mehet a... Pardon. Mehet a kiássandó dolgok közé. És nem akartam elmenni Bombonra, mert nem baj. Na még azt ott. Jó. Na, akkor most visszamegyünk Canterlotba. És akkor innen fogjuk folytatni a játékot. Holott azt fogjuk csinálni, hogy befejezzük akkor szerintem a Ponyville-ben összes létező küldetést. Remélhetőleg akkor mindent be tudjuk fejezni. És át fogjuk akkor venni innen... Pardon. Innen, tehát hogy majd, ha minden jó, akkor a holnapi nap megint rosszul mondom. Nekem holnap, de ez a következő videóban lesz. Tehát amikor kiépül az utolsó termelő. Egészség! Most ez muszáj volt, mert valaki nagyot kölgött. Na, akkor még egyszer fejezzük be a mondatot. Tehát legközelebb majd akkor onnan fogjuk folytatni, hogy átveszünk a kiépült termelőt. És ha minden jól megy, akkor az utolsó küldetéseket fogjuk megcsinálni Ponyville-ben, ahol... És ahogy aznak a küld... Ne! Nem igaz, hogy nem jól kimondani. Tehát, hogy a következő alkalomban, mikor kiépül a termelő, megcsináljuk az utolsó küldetéseket. És ha minden jól akkor, akkor elméletileg megkapjuk Luna hercegnőt. Valahol pedig azt olvastam, hogy őt már meg kell venni. Hát erre majd kíváncsi leszek, de remélhetőleg, hogy nem. Na, szóval, hogy megkapjuk Luna hercegnőt, és utána akkor folytatjuk ott a játékot, hogy majd durrantani fogunk. Mert én úgy akarom megcsinálni, hogy durrantsak utána. Na, minden esetre akkor ennyi lett volna már ez a videó, és a következő alkalommal meg innen folytatjuk. Úgyhogy köszönöm minden kedves nézők a filmet, és visszat a következő videóban, valamint külön minden Brónak és Pegazitek pedig Bruhuf és Viszlát.